Kitört ablakok és szétszóródott üvegszilánkok mindenfelé, így nézett ki a 83-as főút, miután egy busz és egy kamion ütközött kedden reggel Kajárpécnél. A buszon 42 munkás ült, a győri Audi gyárban dolgozták végig az éjszakát. Éppen hazafelé vitték őket, amikor a baleset történt. A busz és a kamion egy szűk kanyarban ütköztek. Úgy tudjuk, hogy a teherautó túl gyorsan hajtott, ezért sodródott neki a busznak. Az utat teljes szélességében lezárták. Az üvegszilánkokból is látszik, hogy körülbelül itt ütközött egymásnak a két jármű oldala. A kamion lehajtott az útpatkáról, és körülbelül mögöttem 50-60 méterre az oldalára borulva állt meg az árokban. A kamion a felismerhetetlenségig összetört. Repcét szállított, a rakomány mind az út mellé ömlött. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki sem sérült meg súlyosan a balesetben. A helyszínen a tűzoltók a járműveket áramtalanították, valamint a helyszínt biztosították. Az autóbuszon 42 fő utazott, 15 fő sérült a baleset során, a sérültek közül az egyik a tehergépjármű sofőrje, a nem sérült utasokat mentesítőjárattal szállították tovább. 8 sérültet a helyszínen láttak el, 7 embert viszont a győri kórházba kellett szállítani, de haza is engedték őket. Sérüléseiket főként a szétrepülő üvegszilánkok okozták. Mind a 7 betegnek, mind a 7 sérültek kisebb végtag, illetve arcon lévő zúzott, horzsolt üvegszilánkokkal apró vágott sérülései voltak, illetve 7-ből 5-öt szemészeink is elláttak, mert a szemükbe is került a apró üvegszilánkokból. Hogy pontosan miért történhetett a baleset, azt még vizsgálja a rendőrség.